Orbán Viktor szerint Magyarország megnőtt, mint tüdő a fazékból, és világnemzet lett. A miniszterelnök erről a tegnapi közéleti rendezvényen beszélt Kőszegen. Az MSZP alelnöke szerint viszont Magyarország sajnos nem a dinamizmust képviseli Európában, hanem a lemaradást. Az LMP Schiffer András pedig úgy látja, a hőség egyszerűen megártott Orbán Viktornak. Észre kell vennünk, hogy Magyarország világnemzet lett. A tegnapi közéleti rendezvényen mondta ezt Orbán Viktor Kőszegen. A kormányfő szerint a világ minden pontján élnek magyarok, akiket közjogi értelemben is beépítettek a magyar világba. Egy brosúrával lemaradtak a szocik. Ők a mostani magyar államhatárok közé szorított Magyarországban vannak még mindig. Magyarország megnőtt, mint a tüdő a fazékból. Kidagad. Az ellenzéki pártok azonban nem értenek egyet ezzel. Az MSZP alelnöke szerint Orbán Viktor nem látja, nem tudja, nem érzi, vagy nem akarja érezni, hogy mi zajlik az országban. Nincs tisztában azzal, hogy ez az ország azon tevékenység révén, amit ő a kormányával együtt folytat, az Európában nem a dinamizmust képviseli sajnos, hanem a lemaradást. Gúr Nándor szerint ezért nekik azzal kell foglalkozniuk, hogy hogyan változtassák meg a kormány által kreált, úgymond torz világot. Az LMP Schiffer András meglepődött Orbán Viktor szavain, értelmezni sem tudta a kormányfő kijelentéseit. Nem tudom, hogy a fazéknak mi köze van az előzetes regisztrációhoz. Lehet, hogy szabadságra mentek a habonyművekben, és azért mond ilyen furcsaságokat a miniszterelnök. Schiffer András azt mondta, az előzetes regisztráció miatt kevesebben vesznek majd részt a választásokon, mert azok fognak regisztrálni, akik a Fideszre akarnak szavazni. Az LMP-s képviselő szerint megártott a hőség Orbán Viktornak.